A helyhatósági választások során megalakultak a nemzetiségi önkormányzatok itt Terézvárosban is. A szerb nemzetiség régiói vezetője, Neményi Milica vendégem, nagy-nagy szeretettel köszöntöm, Milica, és itt van velünk egy másik területről egy képviselő úr, aki egyébként harmonika művész, és nagyon tisztelettel köszöntöm Vertet is Szlobodánt. Nem véletlen, hogy együtt jöttetek, hiszen nemzetiségi kavalkádra kerül a sor, ezt már ugye hirdetjük egy idő óta 21-én az 5-ös 10-be, de a szerb nemzetiségi önkormányzat egy külön műsora is készül méghozzá 21-én. Milica, miért tartottátok fontosnak, hogy csütörtök után, amikor amúgy is bemutatkoztok, legyen külön egy napja a helyi nemzetiségi szerb önkormányzatnak? Nekünk minden évben van ilyen népzenei vagy néptánc, de főként népzenei programunk, és ugye a nemzetiségi kavalkádnak, a kerületi nemzetiségi kavalkádnak az időpontja nagyon sokáig pont a választások miatt nem volt ismeretes számunkra, tehát mi kvázi ezt nem tudtuk, hogy mikor lesz, és erre mi nem készültünk, viszont mint minden évben készültünk a saját népzenei kavalkádunkra, amire meghívtuk a Szlobodánt, valamint Bássics Pránka népdalénekest, és még sok más zenészt, akik majd részt fognak venni, de természetesen, amikor kiderült, hogy 21-én lesz a kerületi hagyományosan megrendezésre kerülő kavalkád, természetesen azon is részt fog venni a szerb nemzetiség, mint minden évben. Tulajdonképpen a Magyarországon élő nemzetiségeknek a legnagyobb, legfontosabb szerepe az, hogy a hagyományokat valamilyen úton, módon ápolják, és azt az utódoknak át tudják adni. Mennyire összetartó közösség akár itt Terézvárosban, akár hogyha Budakalászt nézzük, hiszen az az ön területe, ahol él. Mennyire összetartó közösség a szerb közösség? Egyáltalán hány főt számlál az itt élő Magyarországon levő szerb közösség? Hát igazániból pár ezer főről beszélünk. Ez egy régebbi statisztikában 5000 fő körüli szemét jelentett, viszont azt hozzá kell tenni, hogy az elmúlt 20 évben nagyon sok olyan a szerb nemzetiséghez, vagy a szerb kultúrához kötődő, akár szerb, akár magyar nemzetiségű ember érkezett Magyarországra, és telepedett le itt, aki, hát nem tudom, hogy lehet, hogy egy következő statisztikában ez a szám is változik, de még hogyha nem, statisztika szerint nem is emeli most jelen pillanatban ezt a számot, a köztudatban és a közösség életében ők jelen vannak. Tehát én azt gondolom, hogy ez legalább a duplája. És ezek az emberek, ezek nem csak a programokon vesznek részt, hanem a nemzetiségi oktatásba iratják be a gyerekeiket, mert ha már kettő nyelvű a család, akkor miért ne tanulná meg a másik nyelvet is ez a gyermek. Tehát, hogy ez egy kicsit ilyen szempontból nem fedi a valóságot nálunk, de összességében a szerb nemzetiség az egy pár ezer fős kis nemzetiség. Hogy valaki vagy valamelyik népből mikor lesz egy országon belül nemzetiség, azt úgy határozzák meg, ha jól tudom, a mai napig is, hogyha 100 éve tartósan Magyarországon él egy nemzet, akkor lehet a nemzetiségi önkormányzati listába fölvenni. Igen. Ugye ezért nincsenek benne mondjuk a kínaiak még, akik nagyon nagy létszámban vannak jelen, de nem olyan régi időre tehető vissza, vagy nem nyúlik a régmúltba vissza, nem úgy, mint a szerb nemzetiség. Régebben azt mondtuk, hogy kisebbség, de valóban sokkal találóbb a nemzetiségi kifejezés. Egészen más lehet a helyzet Budakalászon, ahol svábok lakta terület jó részt, de hogy kerültek oda a szerbek? Ha jól tudom, a szerbek valamilyen értelemben hamarabb érkeztek, ugye a magyarországi szerbek az 1690-es években első hullámban jöttek, és velük, tehát épp ezt akartam mondani, hogy nagyon örülök, amikor ilyen fővárosi kisebbségi önkormányzatok hívnak minket ilyen műsorokra, hogy zenéljünk, mert fővároson kívül kis településeken ott igazából a nagy önkormányzaton belül, illetve a lakosságon belül azért ismert, hogy laknak svábok, szerbek, horvátok vagy bárkik, de itt a fővároson belül szerintem az elsődleges szerep ezeknek a műsoroknak az kéne, és az is, pláne itt a Terézvárosban, ahogy mondta Milica, és viszonylag rendszeresen zenélünk,
hogy szerintem nagyon sokan nem is tudják, hogy létezik ilyen kisebbség, vagy kisebbségi önkormányzat, vagy van, akit érdekelne, és az ilyen rendezvények szerintem kitűnő alkalmak arra, hogy bemutassák akár a szerb zenét, táncot, illetve bármilyen kisebbségét. És ezzel mondom, hogy főleg itt a fővárosban, ezekben a kerületekben ez egy nagyon hasznos dolog, mert én sokszor szembesültem már azzal, hogy beszélgetések kapcsán, hogy van, akinek nincs is fogalma arról, hogy létezik ilyen nemzetiségi önkormányzat, és hogy az kik, vagy szerbek, vagy hogy hány van egyáltalán Magyarországon. Országos szinten meg ugye már, ha nagyon érdekes például, hogy Magyarország ugye ilyen értelemben nagyon sokszínű, ugye 13 kisebbség van, ha jól tudom, jelenleg úgy elismerve, akik a választáson igen. is ugye... Itt a kerületben 90 egyébként, de országszerűen igen, igen. másokban. És hogy szerintem nem sok olyan ország van, ahol ilyen mennyiségben vannak a kisebbségek, és továbbra is fontosnak tartjuk, és igyekszünk konkrétan itt a szerb kultúrára gondolok ezt terjeszteni és hirdetni. Elsősorban, ahogy mondtam azért, hogy Magyarországon, akik nem tudnak erről, vagy nem ismerik, vagy ismerik, csak nem találnak helyet rá, hogy hol tudnak velünk találkozni, hogy az ilyen rendezvények azok mindig is megrendezésre kerüljenek, és hogy jól sikerüljenek. Hagyományápolás, ugye a nyelvben, a művészetben képeződik le leginkább. A nyelv tanulásának a lehetősége nagyon-nagyon fontos. Milicának is a keresztneve szerb, tehát jól megkülönböztető, Szobodáról nem is beszélek. Természetes, hogy tudjuk róluk a nevük alapján, hogy nem magyarországi magyarokról van szó. Azonban a szerb nyelvnek a művelése, ápolása, tanítása az egy különleges feladat, és hogyha jól tudom, akkor a Rózsák terén van az az általános iskola, óvoda, általános iskola, gimnázium, amelyik a hagyományőrzésnek ezen a tekintetén élenjáró, viszont itt a 6. kerületben, a Rózsá utcában van a kollégium. Sajnos az is 7. kerület. Az is a 7. kerület igen, már? Igen, az 7. kerület. Akkor a pont a másik oldalára esik. Igen, pont a másik oldala, de közel vagyunk. Mennyire igen. hangsúlyos a szerb nyelvnek a tanulása, tanítása ebben az iskola együttesben? Mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, itt most gondolok a szerb nemzetiségre Magyarországon, nálunk kivételesen erős az oktatás, valamint az elmúlt pár évben nagyon sok pénzt fektetett be Magyarország kormánya a szerb oktatásnak a fejlesztésére, javítására, iskolaépületeket, fejlesztéseket kaptunk és kapunk, és ezek zajlanak, és ez nagyon-nagyon sokat számít, és ez már most látszik a gyereklétszámon, hogy évről évre többen vagyunk, és évről évre több szülő dönt a nemzetiségi iskola mellett. Most az általános iskolás korú gyerekek szülei beszélik a szerb nyelvet még? Vagy újra kell tanulni? Szömében igen. Tehát a magyarországi szerb nemzetiséghez tartozó, a történelmi nemzetiséghez tartozó emberek zöme beszéli a nyelvet, és a gyerekeket valamilyen szinten otthon is megtanítják az anyanyelvükre. Viszont a mi iskolánknak az az előnye, hogy ez egy szerb tanítási nyelvű iskola, ráadásul óvoda, általános iskola, gimnázium és kollégium, valamint könyvtár, ami azt jelenti, hogy 3 évesen ide kerül a gyermek, ha nem beszéli a szerb nyelvet, mert vannak nálunk 7. kerületi magyar gyermekek is, meg vannak vajdasági, ide települt magyar nemzetiségű emberek gyerekei is, meg vannak külföldről érkező szerb nemzetiségű gyermekek is. A 3 éves kortól 18-19 éves koráig abszolút anyanyelvi szinten el tudja sajátítani az a gyerek is azt a nyelvet. Ez fantasztikus. Amelyik mondjuk 0 nyelvtudással érkezett, és semmiben nem lesz hátránya mondjuk az én kislányomhoz képest, aki már beszélte a nyelvet, amikor 3 évesen beirattam kvázi ebbe az óvodába. És azért mondom, hogy nagyon nagy szerencsénk van, mert nagyon sok nemzetiség, például a bolgárok vagy a görögök, akiknek csak ugye nem délutáni kvázi iskolájuk van, ilyen nyelvoktató iskolájuk, nem ugyanaz. Tehát az én kislányom most 6. osztályos, és neki valószínűleg az okozna problémát, ha most egy környezetismerett tankönyvet magyar nyelven odaraknék, mert lehet, hogy egy csomó szót magyarul nem tudna rögtön, hanem megkérdezné, vagy szótáraznánk, vagy utána kéne olvasson, mert ő ezt mind szerb nyelven tanulja.
gyakorlatilag azt a később hozzá tudja tanulni, hiszen a magyar környezetben a magyar nyelv használata folytán mindent mellé tud venni. Sokkal nehezebb az, hogy az anyanyelvet anyanyelvi szinten tudja beszélni. Igen, ugyanis őt itt ugye Magyarországon élünk, nekünk ez a hazánk, és a magyar nyelv vesz körbe minket, és magyar nyelven szól a rádió, meg a tévé, meg magyar nyelven beszélnek az utcán az emberek, és az, hogy ebbe az iskolába, ebben az oktatási központban mondjuk reggel 8-tól délutánig esetleg szerbül mind a kettőt, vagy a szerb nyelvet használja többet, attól még kimegy, elmegy edzésre, vagy elmegy bárhova, és nyilván a magyar nyelv átveszi a helyét, mivel hogy mind a két nyelv ugye elvileg anyanyelvi szinten működik. Majd aztán megint otthon a családban valakivel szerbül beszél, valakivel esetleg magyarul, vagy ha vendég jön, akkor nyilván csak magyarul, tehát hogy ez a két nyelv, ez folyamatosan elvileg ugyanolyan szinten van, de nyilván a szerb nyelvet nehezebb megtanulni, mert nem az a környezet veszi körbe. Nemzetiségi kavalkád, 21-én pedig szerb nemzetiségi kavalkád az 5-10-ben. Milyen műsorral készülnek? Erre az alkalomra próbáltunk egy olyan műsort összeállítani, hogy nem a megszokott módon, hogy jön egy zenekar és ad egy órás koncertet, hanem szeretnénk lényegében egy alapzenekar egészül ki majdnem, hogy minden műsorszámban egy szólistával, és a szólisták alatt itt értem elsősorban két énekesünket, Básics Bránkát és Varga Veronikát. A hangszerek terén pedig ugye a tambura, tamburabrács, bassprim, harmonika és különböző fúvós hangszerek, és igyekszünk egyrészt a magyarországi szerb névzenéből bemutatni számokat, illetve az anyaországból származó feldolgozásokat, ami ugye a mai világban azért fontos, mert hogy régebben még csak rádió volt, de lényegében mondjuk Belgrádban megjelenik egy kiadvány, egy CD vagy egy koncertfelvétel, lényegében 3 perc múlva itt is bárki le tudja tölteni, vagy meg tudja hallgatni, és ugye, ahogy áramlik az információ, ahogy minden, ez is teljesen felgyorsult, és egyrészt szeretjük is, másrészt meg kénytelenek vagyunk követni. Tehát lényegében ebből fogunk összeállítani egy műsort, ami szerintem nagyságrendileg egy olyan 80 perc környékén lesz. Sok sikert kívánok! Kedves nézőink, tehát vár mindenkit a szerb nemzetiségi önkormányzati Terézvárosban a nemzetiségi kavalkádjukra 26-án, 21-én a vegyes van, és 26-án pedig kimondottan a szerb nemzetiségi kavalkád 18 órakor autentikus népzenékkel, jó zenékkel és egy remek találkozás és szórakozási lehetőséggel várja önöket az összes szervező. Sok sikert kívánok! Köszönjük szépen!